Sokkal kevesebb pénzt keresett a belügyminiszter tavaly, mint egy évvel korábban, legalábbis ez derül ki a kormánytagok 2013-as személyi jövedelemadó bevallásából. Pintér Sándornak több mint 500 millió forinttal kevesebb lett a bevétele. A bevallások alapján az összes kormánytag közül a Nemzetgazdasági Minisztérium egyik államtitkára keresett a legjobban. Öt gyerekéből egy már férjhez ment, de még így is járna adókedvezmény a miniszterelnöknek a gyerekei után. Ezt Orbán Viktor nem vette igénybe, a nyomtatványon ezt a sort üresen hagyta. A miniszterelnök 16.632.801 forintot keresett, és 2.661.248 forint adót fizetett. Pintér Sándor belügyminiszter bevétele jelentősen apadt, míg 2012-ben több mint 16 millió forintot keresett, és volt további 503 millió forint külön adózó jövedelme, a tavalyi bevallása szerint összesen 13.306.950 forint bevétele volt. A drasztikus csökkenés oka az lehet, hogy Pintér korábban eladta egyik cégét, vagyis tavaly már nem volt extra bevétele. Lázár János a miniszterelnökséget vezető államtitkár bruttó 14,5 millió forintot keresett, és igénybe vett 1,5 millió forintnyi adókedvezményt. A legkisebb összeget Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tüntette fel, az ő tavalyi éves fizetése 7.056.075 forint volt. Az összes kormánytag közül Komorócki István vitte haza a legtöbbet, majdnem 43 millió forintot keresett tavaly. Novemberben lett kormánytag, előtte egy dohánycégnél dolgozott Brüsszelben, amiatt lett az éves fizetése magasabb, mint a miniszternek. Jöhetünk volna elegánsan. Sesták Miklós új miniszter lesz a harmadik Orbán kormányban. A politikus Németh Lászlónét váltja a fejlesztési miniszteri poszton. Az ő adóbevallását ezért még nem hozták nyilvánosságra. Képviselői vagyonnyilatkozatából azonban kiderül, hogy tavaly 30 millió forintot keresett a képviselői fizetésén kívül, és önkormányzati képviselőként is felvett havi 117.600 forintot. Emellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara választott bírája alkalmanként 250.000 forintos díjazásért. Nyilatkozata szerint összesen 170 millió forintnyi megtakarítása, 23 millió forint készpénze és 5 ingatlana van.